Sok szeretettel köszöntöm a Licon Televízió nézői Tekáv Sport című magazinunkkal. 2012-es esztendőben még nem volt szerencsénk jelentkezni innen a stúdiónkból. Ez alkalommal is köszöntöm Iványi Bálintot, az Eger Eszterházi Szabadidő Sport Egyesület trénerét és Rutka Pétert, az Eszterházi KFS cég Globosis női kézi csapatának technikai vezetőjét. Sziasztok, köszönöm, hogy eljöttetek. Nem véletlen, hogy mind a két kézilabda együttesünkből itt van egy-egy képviselő, hiszen közeleg az EKF bajnoka 2012-es sportnap, ami az előző szezonban, előző évben debütált itt a főiskolában. És hát ez apró volt, tavaly is volt egy olyan stúdióbeszélgetésünk, amikor megpróbáltunk a két kézilabda csapatból két vegyes csapatot alkotni erre a sportnapra, akkor Bálint, te ugye betegség miatt nem álltál rendelkezésünkre, most itt vagy, viszont a tavalyi emberünk, Hegedűs Tibor, a női csapat edzője nem volt itt, helyette most Rutka Péter lesz itt, tehát itt egy spontán sorsolást választásos rendszerben fogunk majd tartani, hogy kialakítsuk ezt a két vegyes csapatot a sportnapra. Addig azonban van még mit átbeszélnünk, hiszen a női és a férfi csapat házatáján is elkezdődött már a felkészülés. A hétvégén a férfiaknál dobókupa volt, a hétvégén pedig most a női együttesnél is 8 csapatos dobókupa. Erről is lesz szó. Kezdjük udvariasság szerint a nőkkel, bár ugye Peti, te a erősebbik nemet képviseled, de hát nyilván a női csapat képviseletében vagy itt. Hát volt nálatok bőven történés itt az elmúlt napokban, hetekben. Mondhatjuk úgy, hogy többnyire negatívban, hiszen voltak sérülések, volt távozó a csapatból, és hát így jön majd ez a dobókupa. Illetve hát amikor kedves nézőink ezeket a kockákat nézik, akkor éppen a körcsarnokban a női csapat, a Vác, az NB1-ben harmadik helyezett Vác ellen játssza a Magyar Kupa 8-5 döntő mérkőzését. Tehát arról inkább most ne is beszéljünk, az előttetek álló feladatokról, illetve hát, amit az előbb itt beharangoztunk, mik ezek a negatív dolgok. Hát sajnos csak negatív dolog ért eddig minket 2012-ben. Hát ugye kezdeném a csapat távozóját, hát az Granzson Gábor, edző kollega. Neki december 31-ig volt szerződése, és hát a főiskola és Benkó György szponzor úgy határozott, hogy a tavaszi félének már úgy vágunk neki, hogy egy tréner ül a csapat kispadján, így tehát Hegedűs Tibor felel a továbbiakban a szakmai munkáért. Tehát ez a döntés megszületett, azóta a csapat most már a Hegével készül, és hát az elmúlt hét pénteken egy súlyos sérülés is most már hátráltatja a csapatot, hiszen csapatkapitány Forgács Judit tért keresztszalagszakadás szenvedett. Gyakorlatilag rá már a tavaszi szezonban nem számíthatunk, hogy 6 hónapos kényszerpihenőre kényszerült így Forgi. És hát itt a felkészülés mondhatni első hetében a nagy Niki is megsérült. Szintén térsérülése van neki, szerencsére csak egy porc vált le a térdéből, őt már meg is műtötték, rá egy 3-4 hetes pihenő vár, hát reméljük, hogy a gázművek ellen már számíthatunk rá. Ja, tudhatjuk, hogy a kézilabda sportágban a leghírhettebb vagy legrosszabb sérülés, ez a szalagsérülés, általában boka vagy térd nél jelentkezik ez a sérülés, és hát ez a kézilabdásoknál, tehát ez egy rémálomszerű dolog. Hát innen Forgács Juditnak természetesen jobbulást kívánunk, és hát reméljük, hogy minél hamarabb visszatér a csapatba, de hát egy tért keresztalakszakadás az 6 hónapnál hamarabb nem igazán tud visszajönni. Hogyan fogja tudni a csapat pótolni így a kieső játékost? Hát egyelőre folyamatosan tárgyalunk a Benkó Gyurival. Nem tudom, hogy sikerül-e új embert igazolnunk. Én azt gondolom, hogy ha nem is, akkor is a csapat van olyan erős, hogy pótolni tudjuk valamelyest a hiányát, hiszen a Benedek Réka és a Király Ramona is már megállja az NB1-ben a helyét. Reméljük, hogy még erősebbé teszi a csapatot az, hogy most megint ugye hátráltató tényezők vannak. Ugye a Kovács Évi és a Takács Andi már majdnem 100%-os állapotban vannak. Hát a Takira még egy
hónapos pihenő biztos vár, de már ugye a Kispest ellen 7 méteres erejéig ő is visszatért. És hát amikor már kezdődött volna az, hogy teljes csapattal, egy erős kerettel nekiválunk a tavasznak, most újabb 2 embert veszítettünk el, de bízok a csapatban és a csapat erősségeiben, hogy ezt a hiányt is tudjuk pótolni majd. Nagy Niki mikor térhet vissza? Hát a Nagy Nikit megműtötték csütörtökön, rá egy 2 hetes ilyen mankós időszak, hogy ne terhelje annyit, és azt mondták, utána elkezdhet úszni, biciklizhet, és hát 4 hét múlva talán már az edzéseket is elkezdheti. Hát mindenféleképpen fogalmaztunk akkor, hogy ez a 2011-es év is negatívan kezdődik, hogyha itt a sérülésekre gondolunk, és hát várjuk vissza tényleg a kieső játékosokat. Bálint, nálatok viszont pont ellenkező a helyzet, hiszen nemhogy csökkent volna a játékos keret, még növekedett is 2 új játékossal. Erről mondj egy pár szót. Hát az, hogy növekedett, az nem teljesen így van, hiszen azért nekünk is megvannak a korlátaink. Az tény és való, hogy 2 új ember érkezett. Az egyik pont a rivális Nyíregyházától, Varga László személyében, aki egy kiváló irányító. Közel 8 gólos átlaga van, úgyhogy mellette az átlövők is nagyon hatékonyak. Tehát egy gólerős játékos, aki ráadásul nagyon jó készít elő. Védekezésben is nagyon harcos, 2-es pozícióban nagyon agresszívan tud védekezni. És hát az elmúlt egy hét alatt, amióta itt van, az is kiderült, hogy nagyon jó közösségi ember. A srácokkal azonnal megtalálta a hangot, tehát én úgy gondolom, hogy ő egy nagyon komoly alapemberünk lesz a tavasszal. A másik érkező pedig valószínűleg, bár ez még messze nem biztos, Zele Dániel, ugye, aki valamikor még serdülőként igazolt Mezőkövesdre, őt 2-ös játékengedéllyel tudnánk elhozni Mezőkövesdről. De hát ugye a mezőkövesdi vonal az egyelőre nem tudjuk, hogy hogy áll, hiszen Budai Ferenc edző kollégám, illetve az elnök is kért még egy kis időt, hiszen ott is vannak próbajátékosok, mozog a keret. Most közel 20-an vannak, tehát ennyien nem lesznek tavasszal. És hát kérdéses ugye a Kis Gergő és a Szabó Tibinek a további 2-ös játékengedélyes szerepe, illetve hát nem titok, hogyha valakire esetleg nem számítanának és nálunk beillik az elképzelésbe, akkor kölcsönadási szerződésről is tudnánk tárgyalni. Ugye a hírek arról szólnak, inkább az zuhanyhíradós hírek, hogy Szabó Tibi, ha minden igaz, akkor első számú beállósnak növi ki magát az NB1-es Mezőkövesdnél. Hát így viszont elég nehéz lesz rászámítani a tavasszal. Így van, és akit ő igazából kiszorított, ugye a Gyuris Patrik, aki szintén kiváló beállós, hát pont Ceglédre igazolt, ez mai információ. Tehát a Cegléd nagyon komolyan erősödött, úgyhogy még ez a kvázi cserese tud megvalósulni. És ugye amit mondtam, hogy kevesebb, tehát nem többen nem lettünk, az azért van, mert Pincés Jönő ugye magánéleti okok miatt Kurtán Furcsán távozott a csapattól, ő Budapestre költözött, abba is hagyta a kézilabdát. Tamás Ádámot ugye kölcsön adtuk Füzesabonyba, Ádám hagy játszon többet, és akkor talán megerősödve vissza tud térni majd a csapathoz. Illetve Mándi Norbertnek, a harmadik számú kapusnak ajánlottuk fel azt a lehetőséget, hogy őt is tavasszal kölcsön szerepeltetjük. Végül nem Füzesabonyt választotta, hanem elment Hajdúböszörménybe, de ez is csak kölcsönadási szerződés, tehát nyáron majd őt is visszavárjuk. Viszont az egyik új érkező, tehát a biztosan mondott új érkező Varga László, hogy mondta, Nyíregyházáról érkezett a csapatunkba, és hát ő már játszott ellenünk itt az őszi NB1-B-s debütáló meccsen, amikor 39-32 arányban sikerült megverni a nyírségieket, és hát egy 3 hét múlva, 2 és fél hét múlva pont ott kezditek a tavaszi szezont. Biztos lesz egy kis pikantériája a mérkőzésnek az ő személyét illetően. Mennyire lesz azért könnyebbség nektek a felkészülés? Ilyen sok idő van még addig a mérkőzésig, felkészülés közepén tartatok, de egy olyan játékost igazoltatok, aki hát egy potenciális nagy menője volt a nyíregyháziaknak. Tény és való, megy az Rika. Tehát szóba került ugye az őszi mérkőzés is, ahol ő ott egy komoly késsérüléssel játszott, és ha jól emlékszem, 6 vagy 7 gólt lőtt. Tehát tényleg egy gladiátor típusú játékos, akit legfeljebb csak le lehet húzni a pályáról, magától nem jön le. Meg lesz a pikantériája, ugye mi erősödtünk, én úgy gondolom, a Nyíregyháza ezáltal gyengül, de hát ez is pszichológia, hogy éppen a Nyíregyházát ez mennyire tüzeli föl, vagy Lacit ez mennyire blokkolja, bár mondom, amennyire így rövid távon megismertem, meg amennyire ismerem régóta, őt ez abszolút nem fogja zavarni, sőt, már most mondogatja a fiúknak, hogy mi lehet az a taktikai megoldás, amivel esetleg a Nyíregyháza ellen nyerhetünk. Most viszont az első bemutatkozása volt Egerben, a hétvégi dobó
kupán, a hesi dobókupán, amikor szombaton és vasárnap lépett parketre Egerben 8 csapat. Hát elég jó volt a mezőny, elég erős mezőnyről beszélhetünk, hiszen hát azon túl, hogy magyar NB1-es csapatok is szerepeltek, nemzetközi sikeredett ez a mezőny, hiszen a szlovákiai Kassa együttesek, ha jól tudom, akkor a szlovák bajnokság második helyezetjei játszottak itt az Egri dobókupán, és szombaton az Egri Dr. Keményfene sportcsarnokban voltak a csoportküzdelmek, vasárnap pedig az Eszterházi csarnokban a Lányka úton. 2-4-es csoportra oszlott a mezőny, az egriek a magyar junior válogatottal, az NB1B nyugati csoportának listavezetőjével a Váccal, valamint az NB1 12. helyezett Mezőkövesdel kerültek egy csoportba. Erről kicsit beszéljünk, hát az első meccsen született számunkra a legjobb eredmény, egy döntetlen a magyar junior válogatottal, onnantól viszont csak vereségek, ami gyakorlatilag a 8. helyre volt elég ezen a tornán, de hát én úgy gondolom, hogy ezen a felkészülési rendezvényen abszolút nem az eredmény, sokkal inkább a gyakorlás, és hát azt számított, hogy itt jóval nagyobb iramban, nagyobb játékerőt képviselő csapatok ellen tudtatok készülni. Így van, bár nem titkolom, tehát azért esetleg jobb eredmény születhetett volna, hiszen azért a vereséggel az utolsó 8. helyen végeztünk, de tény és való, hogy az NB1-ben egy héttel előbb kezdődik majd a bajnokság, tehát ott egész más szakaszba tartanak a csapatok, illetve mi különböző okok miatt egy héttel később kezdtük, tehát a dobókupát megelőző héten nagyon-nagyon kemény terhelést kaptak a játékosok, és hát valahol ennek ittuk meg a levét, hiszen 2x25 perces mérkőzések voltak, és körülbelül 35-40 percig minden csapattal döntetlenre álltunk, sőt a junior válogatott ellen vezettünk is 4 góllal, és hát ugye ahol kijönnek ezek a fizikális különbségek, mert itt nagyon komoly testest elleni küzdelmek folytak a pályán, illetve egész más sebességgel ment, ugye, amit mi megszoktunk, még így NB1B-ben is. Akkor viszont kijött az, hogy a játékosok fáradtak, és még az alapozó időszak elején tartunk. Pont ezért gondolom azt, hogy ezek nagyon szép eredmények voltak, hiszen a junior válogatott azért mégiscsak a magyar utánpótlás krémje, tehát rájuk fog épülni majd esetleg későbbiekben a magyar válogatott. Ott nagyon komoly gondba voltak ellenünk, hiszen nagyon okosan, taktikusan játszottunk, végjátékot kicsit elszúrtuk, de én azt mondom, hogy ez reális eredmény volt. A listavezető Váccal, ahol mondjuk egy Csík János az edző, én úgy gondolom, az nem egy rossz csapat. Ők vezetik ugye a nyugati csoportot, ellenük is végig X környéki eredmény volt, és a végén tudtak csak leindulni minket a buta hibáinkból. A Mezőkövesd volt, én azt mondom, a legjobb mérkőzésünk vasárnap délelőtt. 5 percig, ugye? Igen, tehát az első fél idő, sőt még a második fél idő első 5 perce is azzal telt, hogy Budai Ferenc folyamatosan kereste azt a csapatot, amivel fogást talál rajtunk, és biztos mondhatom, hogy nem a B csapatukkal álltak föl, tehát Bécsi Jani kivételével mindenki a fedélzeten volt. Sajnos, és hát valahol öröm, azért Szabó Tibi megkeserítette az életünket beállóba, egyik szemem sírt, másik nevetett, de hát ez így van rendjén. És parádéssal játszottunk, küzdöttünk okosan, taktikusan, elfogytunk a végére, sajnos leindítottak, és hát a helyosztón nincs mit szépíteni, a játékosokat már alig bírtam összevakarni, fizikálisan annyira maguk alatt voltak, nagyon sok volt nekik ez a terhelés, hogy sajnos belefutottunk egy nagyobb arányú vereségbe az NB1-es Tata ellen, de ahogy te is mondtad, itt igazából arra voltam kíváncsi, hogy ilyen terhelés mellett mit tudunk, illetve az új fiúk nem csak szakmailag, hanem emberileg is hogy illeszkednek be, hiszen 2 napig együtt voltunk. Én úgy gondolom, hogy mind Zele Dani, mind Varga Laci révén csak pozitív benyomásaim lehetnek. Itt, ha bár utolsó helyen végeztetek, számomra két felmentő dolog is lehetett itt a szereplésben. Az egyik ugye az, hogy több NB1-es csapat volt, akik a felkészülésnek jóval előre haladott szakaszában járnak, mint adott esetben egy NB1-B-s klub, illetve hát ez a torna tényleg szerintem úgy zajlott, hogy te megpróbáltál minden játékosodnak közel ugyanannyi játék lehetőséget biztosítani, ez így is történt, és hát azért bajnoki rendszerben nem biztos, hogy ilyen felállásokat láttunk volna. Így van, és hát azért a második napra a Drizner Petinek kissé kitépték a kezét, és a hátába szúrták, ahogy szoktuk mi mondani. Tehát ő rá az utolsó mérkőzése már egyáltalán nem számíthattam, hogy az Ele Dani egy súlyos műtét után van, tehát őnek is nagyon fájt a lába, pont Varga Lacinak is a könyökét megcsavarták, szóval ott azért már volt gondunk bőven. De mondom, akik a tornán szerepeltek, azok mind előrébb vannak, hiszen a Török Szent Miklós volt utánunk kvázi a leggyengébb csapat, akik negyedikek NB1B-ben a keleti csoportban, és hát ők például a döntőt is tudtak játszani, én azt mondom, azért mutatja ennek a keleti csoportnak az erejét.
nagy dolog, hogy végre a 10. dobókupán részt vettünk, nekünk ez megtiszteltetés volt, és hát tapasztalatokat majd beépítjük a további felkészülésbe. Kedves nézőink, most a képernyőn láthatják a 2012-es HESI dobókupának az eredményeit. Először a csoport eredményeket, itt az A és a B csoportnál láthatjuk az egriek mit játszottak a junior válogatott ellen, tehát egy döntetlen, majd még szombaton délután a Váczereni vereség. Vasárnap, amit az előbb Bálint is mondott, a Mezőkövesd elleni mérkőzés, ott ugye az első fél időben sokáig még vezetni is tudtunk, de végül is egy nagy arányú vereség lett a vége, csak úgy, mint a hetedik helyért lejátszott összecsapáson a Tata ellen. Így láthatjuk a torna végeredményét, hogy 8. helyen zárt az egri alakulat, a Tata lett a hetedik, és hát az első helyezett pedig a Mezőköves gárdája lett, a Török Szent Miklóst vertek ők a döntőben. Na hát ennyit akkor a férfiak dobókupájáról, de nem váltunk még erről az elnevezésű felkészülési tornáról, hiszen ahogy a műsorunk elején azt jeleztem, az előttünk álló hétvégén is ugyanilyen tornát rendeznek, nemet váltunk, a nők játszanak, és hát anélkül, hogy megbántanám itt Bálintot, gondolom Peti, nektek nem lesz nehéz ennél a helyről előrébb végezni, azért a 8. helynél. A mezőny azért teljesen más, azt akarom mondani, mivel hiszen itt azért a férfiak esetében NB1B-s csapatnál alulról jövő együttes nem érkezett. Itt viszont a női mezőnyben, amiről mindjárt beszélni is fogunk, az szombati helyszín az már is füzes a bony, ott egy NB2-es csapat lesz a házigazda, a harmadosztályú, ti pedig azért mégis az NB1B harmadik helyén tanyáztok, de hát itt az említett problémák miatt azért biztos nálatok is lesznek nehézségek. Én azt gondolom, hogy a férfi mezőny az sokkal erősebb, mint a női. Ugye itt tele van NB1B-s csapattal, amiénk egyedül a füzesebb anya, aki az NB2-ben játszik, illetve hát a szlovák Mihalovce jön majd, de általában ő is csak a B-sorral, mert az A-sorra az bajnok itt játszik. Úgyhogy a fiúké rangosabb torna volt, nekünk viszont most az a feladatunk, hogy ugye a Hege megtalálja azt a kezdő 7 embert, akire majd a bajnokságban tud építkezni, illetve hát most már a cserejátékosokat is egyre jobban be kell építeni, hiszen fogyunk. A programot illetően szombaton, tehát Füzesabonyban kezdődik az esemény, egészen délelőttől esti órákig tart majd a labdapattogtatás, vasárnap pedig már Egerben a helyszín, az Eszterházi csarnokban a Lányka úton. Várunk-e tehát kedves nézőinket, és ők, akik a helyszínen szeretnének női kézilabda mérkőzést látni, hiszen 8 csapatot is szemügyre vehetnek, és hát bízunk a jó eredményben. Ahogy a műsorunk elején azt beharangoztuk, az EKF bajnokával foglalkozunk most, ami február 7-én keddi napon lesz, tehát a főiskola 4 NB1B-s csapata részvételével, a két kézilabda csapat mellett a címvédő EKF Fegerhész kosárcsapata, illetve az OB1B, vízilabda OB1B-ben listavezető EKF Egerfood Imola gárdája lesz a negyedik résztvevő. Nos hát ahol szó volt erről, most akkor az itt megjelent kollégák választani fognak két csapatot. Először a kedves nézőink láthatják a képernyőn, hogy hogyan is néz ki erre a sportrendezvényre nevezett két csapat. Nézzük akkor először a női csapatból, akik fognak részt venni. Turcsányi Krisztina, Bárkai Bianka, Gaskovár Réka, Molnár Nikolett, Pados Mónika, Benedek Réka, Barci Anna Mária, Balázs Nikoletta, Fekete Dorina, Mazura Judit, Őri Ildikó, Kovács Éva, Őri Anna Mária és Király Ramona, és hát természetesen a szakvezetés. Még a férfi együttest a következő nevek alkotják: Juhász Zoltán, Varga László, Péter János, Hevér Tibor, Szűcs Miklós, Repót Dániel, Kovács Ferenc, Fibec Zoltán, Pereverzia Mihály, egy kérdőjel van nekünk, ez Bálint azt mondta, hogy nem biztos, hogy el tud még Misi szabadulni a munkájából, reméljük, hogy ott lesz a nagyszerű kapus, Mándi Krisztián és Benei Ákos, hát ez 11 név, egyelőre ez a biztos, aztán hát akik majd érkeznek, azokat szerintem később fogjuk majd beosztani. Én átadom nektek ezt a csapat névsort, és akkor én arra kérlek, hogy akkor egyet válasszon mondjuk a Bálint, kezdje most ő, Peti, te leszel a második, és akkor kezdjük mondjuk először a női csapatból. Én pedig arra kérlek titeket, mondjátok a számot, és akkor írom, hogy hogy néz ki majd a csapat. Jó, hát én választom Hegét. Nem lehet? Nem, Isten őriz, nem. Na akkor hogy lökjük egymást a vízbe? Nem, hát nem, mert akkor kit fogok megint a vízbe lökni. De várj, te is ott kötöttél ki tavaly. Jó, hát azért mondom, de most akkor együtt hogy ugráljunk ott inkább egymás ellenfeleként. Hát akkor nézzük, én akkor választom Bárkai Biankát. Ő hanyas számmal? Kettes. Kettessel. Jó, akkor Peti?
Én választom a fiúból? Nőiből, először akkor menjünk tessék, a női. Te is a fiúból. Én hetessel a Barci Anna Máriát. Hetessel a Barci Anna Mária. Jó, akkor most térjünk át a férfiak közül egy-egy választás. Célszerű kapust is, mert lesz kis pályás foci is, hogyha minden igaz. Hát, egy Juhász Zoltán, egyes. Egyes a Juhász Zoltán. Én elviszem a nagy rivális Repo Dániel. Ő hanyassal? Hatossal. Hatossal, tehát Repo Dániel. Jöjjenek megint a nők, akkor kicsit csavarjuk meg most, Peti, neked legyen nagyobb esélyed. Kezd te a választást. Hát hatossal Benedek Réka. Hatossal Benedek Réka. Bálint? Én, hogy ne legyen ebből vita, én Pados Mónikát akkor elviszem. Érdekes volt a fogalmaz, hogy tudhatjuk, hogy Rutka Péternek a barátnője Pados Mónika. Érdekes kell volt a fogalmazás. A beépített ember. Jó, és akkor ő hanyas? Ötös. Ötös, tehát már osztályozunk is. Jó, Peti, akkor a férfi csapatból? Kettese az új szerzemény Varga László. Kettese Varga László. Hát én inkább az agresszivitásra megyek. Négyes Hevér Tibor. Négyes Hevér Tibor. Jó, akkor most a nőkkel megint Bálint. Rajtad a sor. Gaskova Rékát választom, hármas. Hármas Gaskova Réka. Egyesel a Turcsányi Krisztina. Turcsányi Krisztina, tehát akkor Rutka Péter csapatában. Akkor fiú? Igen. Jó, akkor legyen, hát egy kicsit öregedjünk, Benei Ákos, 11-es. 11-es. Igógy Ákos nem hallott ezt a jelzőt, hogy öregedjünk. Mondom neki minden mondom. Tízessel Mándi Krisztián. Tízessel Mándi. Peti, akkor megint a női csapatból. Tízessel Mazura Judit. Mazura Judit tízessel. Akkor maradjunk a kapusoknál, Fekete Dorina 9-es. Fekete Dorina, hát úgy tűnik, hogy a kapusokat magad mellé gyűjtöd erre a rendezvényre. Mint egykori hálóőr. Peti, akkor a férfi csapatból? Hármassal Péter Jani. Hármassal Péter János. Bálint jön. Én úgy gondolom, még mindig túl fiatalok vagyunk, úgyhogy Pereverzi a Misi. Ajaj. 9-es. Még egy kapus, azért tegyük hozzá. Hát, ha lesz valami szellemi vetélkedő, akkor mondjuk, jók leszünk. Jó, akkor megint én jövök. Női, igen. Női viszonylatban. Van, igen. Ha jól látom, akkor legyen 14-es Király Ramona. Akkor elviszem a kis barátnőjét, hogy ne legyen balhé belőle. Kis csőjét 13-assal, Őri Anna Mária. Őri Anna Mária, tehát. Hagy verjék egymást. Nagyon helyes, akkor a férfiaknál Fibet Zoli 8-as. 8-as Fibet Zoltán. Kovács, még kimaradt, azt hiszem. 7-essel Kovács Ferenc. Jó. Fiúknál elméletileg ugye maradt egy név még, akkor azt Peti választja, gondolom, és akkor, igen, ha, jön, és akkor ami, ha sikerül még jön, valakit, akkor ő hozzánk jön. Természetesen osztjuk, akkor ki ez a? 5-ös Szűcs Miklós. Szűcs Miklós az 5-ös. Jó, és akkor Bálint, folytasd egy hölgyel. Ki maradt Balázs még? Igen. Csőri. Igen. Balázs Niki, Molnár Niki. Molnár Niki, 4-es. Molnár Nikolett, 4-es. A 8-assal Balázs Nikoletta. Győri meg Éva maradt. Igen. Jó, akkor én választom 11-essel Őri Ildikót. És akkor 12-vel a Kovács Éva. Kovács Éva. Jó, hát akkor így néz ki a két csapat. Ezt visszakérem a papíromat, és akkor megpróbálom egyesíteni. Hát ez elég nehéz feladat lenne most. Kedves nézőink viszont most a képernyőn láthatják, hogy akkor hogy is néz ki az 1-es és 2-es kézilabda csapat. Az 1-es csapatnak a vezetője Iványi Bálint, a 2-esé pedig Hegedűs Tibor és Rutka Péter. Így néz tehát ki az EKF bajnoka rendezvényünkön a két kézilabdás csapat. Nyilvánvalóan a kosarasoknál és a vízilabdásoknál adott a keret. Február 7-e keddi nap, tehát ez 13 órától
14 óráig a program szerint a vízilabda, de lesz a főszerepe az Egri Bicske úszodában, majd 15 órától egészen 19:30-ig az Esterházy csarnokban kosárlabda, kézilabda, kispályás foci, és mindeközött sok különböző érdekes program, zenés programok. A kedves érdeklődőknek, mind főiskolai hallgatók, vagy dolgozók, vagy akár a városban sportot szerető polgárokra is számítunk, hiszen egy EKF sportkvíz kitöltésével nyereményeket lehet megszerezni, hát, illetve hát maga a rendezvény is bizonyára nagyon érdekes lesz. Tavaly is jól éreztük magunkat, akik ott voltunk. Én legalábbis jól nem tudom, fiúk, ti hogy voltatok ezzel? Hát főleg mikor megvertük a média foci válogatott, tehát az egy szenzáció. Pont, hát az egy nagyon sima mérkőzés volt, igen. Szerintem hagyjuk is, mert ez egy fájó pont. De tény és való, hogy az volt a napfénypontja. Igen, én viszont a médiában dolgozó kollégákra tudom, hogy ével vér szemmel forognak, és hát készülnek nagy lázasan itt a visszavágóra, tehát biztosítani tudlak titeket, hogy nincs kegyelem, de hát ezt majd február 7-ére, ez is egy gála mérkőzés, tavaly volt a szakmai együttes. Most annyi javítás lesz, hogy a EKF team játszik a média csapattal, hát gyakorlatilag a szakvezetők játszanak. Tavaly ugye pár játékos beszállt, az most ugye nem lesz megengedő, ez egy pár meghívott vendég lesz nálatok a főiskolában, de hát érdekes mérkőzésekre lesz tényleg kilátás. És hát gondolom, hogy nem szeretnétek címvédést. Ja. Mert a kosárra sok nyertek. Hát már itték, remélem az utolsó helytől meg, egy kicsit hát rosszabbul nem tudunk szerepelni, igen, mostanában, de hát egy cél lesz, hogy mindenképp megelőzni Petiéket. Aztán ez azt is jelent, hogy szerintem, mert mi vagyunk magasan a két legjobb csapat, csak tavaly is a sors szerencsétlensége miatt szorultunk hátrébb, úgyhogy ez az első két helyt fogja eldönteni majd valószínűleg. Készültek-e valami poénnal, esetleg valami kis átveréssel a sportnapot? Tehát gondolok arra, hogy tavaly ugye emlékezetes volt ez a uszodai vizes jelenet, amikor hát mindkét kézilabda csapatnak az edzője a vízben kötött ki. Igen, ruhás akkor, túl. Még akkor az edzőm volt, és hát... Azóta nem. Azóta nem. Hát annyi, hogy ugye Egének továbbra se kell hajszállítót hoznia, tehát ő annyival gyorsabban fog végezni. Hát szerintem lesz, és lesznek beépített emberek. No, hát akkor ezt várjuk. Természetesen kedves nézők, akik nem tudnak kilátogatni az eseményre, teljes egészében rögzítik kameráink magát a történéseket, és hát utólag mindenféleképpen megláthatják itt a Lícom televízió kameráink keresztül. Nos, hát akkor ennyit most egy kicsit a kézilabdára, és mivel nem sok időnk van már hátra a műsorból, azért a hétvégén volt itt komoly tétmérkőzés is, az EKF-Eger Hész férfi kosarasai vasárnap este a Bajai Bácska vendégei voltak. Az NB1B 13. fordulójában, annál a Bajánál vendégeskedtek, tehát Váci Péter és Széles Kovács Gyula tanítványai, akik ebben a bajnoki szezonban még hazai pályán veretlenek voltak. Ennek függvényében egy nagyon kemény összecsapásra volt kilátás, és hát ennek ellenére, bár az első negyedet kicsit átaludták a fiúk a hosszú utazás után, tudtak váltani, és egy szoros végjátékot követően 68-64 arányú győzelmet arattak, amivel továbbra is vezetik az NB1B keleti csoportját. Hát a kosarasokról is akkor ennyit. Előttünk van még egy olyan dia, ahol a hétvége EKF sport érdekeltségű műsorát tekinthetik meg. Kezdjük akkor rögtön egyből, hogy folytassuk a kosarasokkal. Szombaton az EKF Eger Hész csapata a Szerencs együttesét, a Sereghajtó Szerencs együttesét látja vendégül az Esterházy csarnokban. Szombaton tehát 16 órától, illetve a női dobókupa, hogy erről már volt szó, szombaton és vasárnap, szombaton Füzesabonyban, vasárnap pedig az Esterházy csarnokban. Nos, hát mi lassan tényleg a műsorunk végéhez érkeztünk. Egy-egy kérdés még a fiúkhoz. 3 hét körülbelül a bajnoki rajtig, addig mi szerepel a programban? Lányoknál ugye tudjuk dobókupa, Bálint, ti mentek-e még valamilyen felkészülési tornára, vagy lesznek-e még edzőmeccsek? Lesz, hát az első a legfontosabb, hogy szerdán komplett mi is természetesen kimegyünk és szurkolunk a lányoknak, nem is edzünk aznap, hiszen az... kint voltatok, mert ugye szerda esti felvétel ez igen, már. Kint voltunk, és nagyon jól éreztük magunkat. Tehát mindenképp a Magyar Kupa mérkőzés, illetve jövő héten hétfőn Füzesabonyba megyünk egy mérkőzésre a helyi csapat ellen, illetve majd szombat-vasárnap ismét Füzesabonyba a Bornemisza kupán veszünk részt, szintén hasonló lebonyolítással, mint a dobókupa, de itt inkább NB1-es és NB2-es csapatok lesznek, és hát majd február 12-én vasárnap megyünk Nyíregyházára. Peti, nálatok? Hát ugye nekünk a dobókupa lesz a mi hétvégén,
és hát utána próbálunk még egy ilyen Kispesthez hasonló két edzőmérkőzést valamelyik NB1B-s csapattal játszani, és aztán megyünk február 18-án a BSF Főgázhoz, akik már a legjobb 8 között vannak a Magyar Kupában. No, hát akkor ez az előttünk álló rövid program. A fiúknak és a lányoknak természetesen sok sikert kívánunk a teljes tavaszi szezonhoz, illetve hát a február 7-i EKF bajnoka programhoz. Kedves nézőinknek ajánlanám sport.ektf.hu weblapunkat, ahol megszokotthoz képest megtekintetik a hétvége eredményeit, jegyzőkönyvekkel, interjúkkal, képekkel, ezt tehát ajánlom, illetve két most utánunk következő mérkőzést, a férfi kosárlabda csapat bajai hétvégi összecsapását, valamint az Egri Dobókupának a 7.-8. helyért lejátszott mérkőzését, az Eger-Tata összecsapást, ahol egy kicsit próbáltunk újítani, a csapatban nem játszott Rosta István, pihentette őt most Iványi Bálint, és mellettem foglalt helyet, mint szakkommentátor, sok érdekes dolgot megtudtunk tőle. Maradjanak tehát velünk, és tartsanak velünk jövő héten is. Minden jót, viszontlátásra!